Mi pedig most Illényi Katicával folytatjuk, aki egy igazán különleges hangszerrel, a tereminnel lép színpadra. Katicának nagyon szépen köszönjük ezt a csodálatos produkciót, és természetesen van egy nagyon vidám és jó kötelességünk, így közeledve a Katalin naphoz. Nem maradhatsz ki a sorban. Nem mondják. Isten jöttesen nagyon sokáig. Jó, váratlan, köszönöm szépen. Nem merek fucit adni most. A puszit majd bepótoljuk. Felírjuk valahova is. Köszönöm szépen. Na hát megleptetek. Örülünk, hogy itt vagy. Hogyan szoktatok ünnepelni? A mai nap a hagyományokról beszélgetünk itt a műsorban. Van tipikusan olyan hagyomány, ami neked a névnapod ünnepléséhez kapcsolódik? Hát révén, hogy anyukám is Katalin. Úgyhogy mi ketten egymást szoktuk ünnepelni, mindig általában egy hatalmas Mikulás virággal szoktam betoppanni hozzá, és hát így, tulajdonképpen ennyi. Én minden Katalin napon átgondolom, hogy úgy sajnálom a többi embert, hogy az ő névnek nem ennyire híres, minket annyira megünnepelnek, és minden nap van valakinek névnapja, de valahogy nem tudom miért a miénk ilyen hangos. Nincs ezzel sem jó, és Isten éltesse édesanyádat is. Köszönöm. Fantasztikus és különleges hangszeren is játszol, ráadásul nagyon kevesen teszik mindezt meg. Mesélj egy kicsit, kérlek. Hát ez egy jó pár évvel ezelőtt kezdődött, egészen véletlenül találtam rá a tereminre.